2021. június 19-én szombaton tartotta éves közgyűlését a Várpalota Pétfürdő Kerbarátkör Egyesület. A gyűlésre szép számmal közel 60-an jöttek össze Lábas György szőlőjében. Az összejövetelt Molnár Ferenc elnök nyitotta meg, és egy perces néma csendre kérte a jelenlévőket az elmúlt évben elvesztett társak tiszteletére. Ezután az életet ünnepelték, és Horvátné Ilonát köszöntötték jeles születésnapja alkalmából. Örüljön a születet, a századiknál is szeretnék, ha itt lennél. Sor került az Egyesület új és tiszteletbeli tagjainak köszöntésére. Majd Molnár Ferenc tartotta meg éves szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyben elmondta, hogy az Egyesület idén is kivette részét a parlagfűírtásból. Jó kapcsolatról számolt be a pétfürdői és várpalotai civil szervezetekkel. Az Egyesület egyelőre nagy óvatossággal, de több kirándulást is tervez idénre. Augusztus 21-én kerül megrendezésre a hagyományos borverseny a Nitro étteremben, amit az 50 éves közgyűlés követ a Turivárban. 3 órakor a Turivárba találkozunk, ott lesz az 50 éves jubileumi közgyűlésünk, de hát ugyanúgy, mint ahogy itt csináltuk volna Péten, lesz a folyosón egy viszonylag kisebb kiállítás, mint ami majd a palotai napokon, de lesz egy kis kiállításunk, meg amiket a Robi már kinyomtatott képeket, azokból a tablókon csinálunk az 50 évből is egy kiállítást. Annyi, hogy ezt a tablós kiállítást majd utána áthozzuk a közösségi házba, hogy ameddig elférünk vele, addig ott hagyjuk. Úgy ez az, ami most lényeges. 7 órától lesz a borászbálunk, szintén a Nitro étteremben. Pénzügyileg ettől függetlenül nehéz évre számítanak, ezért kiemelt hangsúlyt helyeznek a tagdíjak befizetésére és az új tagok toborzására. A beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta. Ezt követően a hagyományokhoz hűen szendviccsel, helyi borral és pálinkával kísérve töltötte a délutánt a társaság, hiszen volt is miről beszélgetni az egyéves kihagyás után. A délután folyamán rövid pincebejárásra invitálta az egybegyűlteket Lábas György.